Amint azt megtudhattuk, lassan 20 éve működik az anonim drámacsoport. Nem tudom, hogy hogyan indult ez valamikor. Ugye említetted, hogy 2000-ben kezdted, de korábban itt az általános iskolában is foglalkoztál drámapedagógiával. Hogy indult ez annak idején, és mennyire voltak lelkesek a gyerekek, illetve hát te magad? Hát ez egy nagyon érdekes történet. Nyilván ez ott kezdődött, hogy egyáltalán magyar tanár lettem, és a főiskoláról kikerülve az első munkahelyemen az összes ünnepi műsor készítését rám bízták. Így aztán egyre jobban megszerettem ezekkel a dolgokkal foglalkozni, meg nyilván a gyerekekkel, és hiszen egy teljesen másféle kapcsolat alakul ki tanár és gyerek között az ilyen jellegű foglalkozásokon, illetve a műsorkészítés ideje alatt. Aztán sokat gondolkodtam azon, hogy akkor jó lenne, ha az ember egy kicsit képezné is magát igazándiból ebbe az irányba, és 97-ben jelentkeztem a drámapedagógiára. Másoddiplomaként végeztem 2000-ben. 93 óta tanítok a Bábolnai Általános Iskolában. Természetesen itt nem is mondanám, hogy szakköri keretben, inkább csak merő érdeklődésből fogtam össze azokat a gyerekeket, akiket érdekelt egy picit a színjátszás, a játék, a színpadi beszéd, a szereplés, és együtt készítettük itt is az ünnepi műsorokat, és ezeken az alkalmakon találkoztunk tulajdonképpen a művészeti iskola vezetőivel, akkor még zeneiskola vezetőivel, Csabával, és hát ő vetette fel, hogy nem szeretnék esetleg egy önálló tanszakkal elindulni a művészeti iskola berkein belül. 2000-ben diplomáztam, és így 2000-2001-es tanév volt az első tanév, amit a művészeti iskolában kezdtem. Akkor két csoporttal, elég sok gyerekkel volt, egy alsó tagozatosokból és egy felső tagozatosokból álló csoport. Aztán az évek alatt sokféle felállásban dolgoztunk, voltak alsósok, voltak nagyok, aztán volt, amikor nagyon vegyes összetételű volt, mondjuk a másodikostól a nyolcadikosig, aztán volt egy év, amikor középiskolásokkal is drámáztunk egy kicsit. Sajnos a középiskola az ilyen szempontból nagyon nehéz nekünk, mert amikor elmennek a gyerekek, akkor már ezt a sok időt és energiát nem igazán akarják ráfordítani a sok-sok szövegtanulásra. Nyilván minél nagyobb egy csapat, minél idősebbek, annál hosszabb műsorokat kell készíteni, annál nívósabb műsorokat, és az annál több próbát igényel. És hát erre nem mindig sikerül időt szorítani, úgyhogy 8. után mindig elkezdődik egy új csapatépítés. A mostani csapatnak a nagy része 7-es, tehát tulajdonképpen van még egy évünk, velük elég régóta együtt dolgozunk már. Nagyon jó kis csapat, nagyon, nagyon szeretem őket, nagyon lelkesek, úgyhogy én azt gondolom, hogy még remélem, hogy egy szép évet fogunk együtt tölteni. Igen, ez egy nagyon jó kis társaság, úgy látszik, bár azt hiszem, hogy komoly tapasztalattal rendelkezel. Nagyon-nagyon sok gyermek megfordult a kezeid alatt, kezeid között, és itt most azért némi különlegesség is volt ebben a csapatban, hiszen komoly egyéni teljesítményekkel is dicsekedhettek. Így van, ugye Bognár Lilla az egyik volt növendékem, aki drámásként 8-ig dolgozott itt az anonim drámacsoportban, aztán elment középiskolába, és az érettségi évében keresett meg azzal a gondolattal, hogy ő szeretne próbálkozni a színművészeti egyetemre. Mit szólok hozzá, és hétvégenként tudnánk együtt gyakorolni? Én természetesen igent mondtam, és tulajdonképpen egy 2 éves munkán vagyunk túl. Én úgy gondolom, hogy az eltelt egy évben is nagyon sokat fejlődött Lilla, rengeteget érett. Nagyon-nagyon sok munka van emögött egyébként, nagyon sok tanulás, rengeteg időráfordítás, de hát természetesen van 2-3 ezer jelentkező a színművészeti egyetemre, és 12-15 főt vesznek fel, tehát azt gondolom, hogy vagy nagyon tehetségesnek kell lenni, vagy valami másnak kell egy picit a háttérben állni. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú, kitartó munka, de azt gondolom, hogy mindenki megtapasztalhatta, hogy milyen az, amikor egy monológot is élvezettel hallgat az ember a színpadon, amikor itt már nem csak szövegmondás van, hanem kimondott színészi és színpadi játék.
Ez két év kemény munkája, az utóbbi két évi. Na tessék, ezt megspóroltam nekik. Jó tudni azt, hogy egy fél hülye, nem egészen hülye. De még egy sokkal nagyobb örömhírem is van. Örömhír. Na végre! Tóti! Posta! Örömhír! Hát van egy nagyon szépen beszélő diákod is. Igen. Pillérvirágról van szó, neki van egy nagyon jó orgánuma. Ebben az évben úgy gondoltuk, hogy elindulunk a szép kiejtésű versenyen, ez egy megyei megmérettetés volt. Nyilván egy iskolai forduló előzte meg, több diákommal mentem. A drámacsoportból Virágra esett a választásom, és hát így első nekifutásra a megyei negyedik helyet sikerült megszerezni. Én azt gondolom, hogy ez egy szép eredmény, hiszen ő hetedik, nyolcadikosokkal volt egy korcsoportban. Itt nem választják külön a kis gimnazistákat, meg az általános iskolásokat, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon szépen megállt a Virág a helyét, és jövőre szeretnénk ismételten folytatni, és ismét elindulni ezen a versenyen, és bízunk abban, hogy legalább ilyen jó eredménnyel, mint ebben a tanévben. Eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keveredtek. Rendre fedelek lettek, melyeket szemetes vederbe tesznek. Erre teremtettek benneteket, meg elengedhetetlen, meg kell ennem a fejben lett leveleket. Le veletek, nyek, te fej, ne feledd, meg nem ettelek, de megmentettelek, meg. Még egy növendéked van, aki már középiskolás, és ő vele is történtek azért komoly dolgok. Gondolom, hogy a Moja hobbiként csinálja azt, amit csinál. Így van, ő egészen kisfiúként kezdte itt nálunk a drámacsoportban, és azért is idéztem fel, soha nem felejtem el azt az első március 15-ét, amikor éppen nagyok voltak, 7.-8. gyerekekkel csináltuk az ünnepi műsort, és volt Matyi a picike, és hát nyilván neki is helyet kellett találni, és a záróképben ő volt az, aki egy szép kör közepén állva, kezében egy nemzeti színű zászlót lobogtatva, talán lehet a legnagyobb sikert aratta a megjelenésével. Tehát tulajdonképpen ez volt az indulás, és neki ez a hetedik éve, amit itt töltött az anonim drámacsoportban, és tulajdonképpen nem titkolta, hogy ez az év, ez tulajdonképpen neki már nagyon nehéz volt a középiskola mellett, a bejárás mellett, de ő mindenképpen szerette volna megcsinálni az alapvizsgát, szeretett volna idáig eljutni, és tulajdonképpen ezt a 7 éves munkát lezárni. Ez egy komoly teljesítmény, mert itt nyilván zárt körben is vannak feladatok, és hát nyilván önállóan is meg kell mutatni a saját magát. Nagyon sokat gondolkodtunk, hogy ez mi legyen, egy vers legyen, egy monológ legyen, de mivel a drámacsoportnak a tagja a kis testvére, aki már nem is olyan kicsi, mert ötödikes, most már lassan hatodikos, ezért úgy gondoltam, hogy nagyon-nagyon szép lenne az, hogyha a pici egy picit segíteni a nagyot. Az alapvizsga letételében sokat gondolkodtam, hogy mire essen a választás, hát egyébként közösen beszéltük meg, és így esett erre a Lázár Ervin novellára, amit hát megpróbáltunk egy kicsit színpadra írni, színpadra alkalmazni, és hát így sikeredett ebből ezt az alapvizsga darabot összehozni, amit itt aztán a közönség hallhatott. Azt gondolom azért nyilván lehet látni a különbséget, tehát azért a sok éves munka, tehát valahonnan, valameddig eljut az ember, építkezni csak folyamatosan lehet, ugyanúgy, mint a házépítésnél is, hogy az alapoknál kell kezdeni, és nyilván egy hosszú-hosszú munka az, amire az alapra rákerül a tető, elkészül a felépítmény, nem készült el még természetesen semmi sem, de azért azt gondolom, hogy olyan háromnegyed úton vagyunk már ezzel, tehát nem véletlen, hogy az alapvizsga egy fontos állomása a művészeti iskoláknak. Egy állomásnak a végére értünk. Én gratulálok neked ehhez, Matyi, és megmutathatom, hogy elfogad sok-sok szeretettel, hogy mindig emlékezz erre az itt töltött időre és az alapvizsgádra. Gratulálok! Köszönöm.
Hát a nagyobb közösség, maga az anonim dráma csoport mostanában elég komoly meglepetéseket okoz itt a közönségnek, hiszen azon túlmenően, hogy a település különböző rendezvényein különböző típusú műsorokkal készültök, amelyek ugye azért egy ünnepi alkalomra készülnek, azért mindig megmutatjátok azt az oldalatokat is, hogy megmutatják a gyerekek is, és te is, ami egy kicsit más, egy kicsit kilóg a sorból, hogy így fejezzem ki magam, hiszen nem olyan rég jártunk egy nyílt órán, ami szintén nagyon nagy meglepetést okozott, és remek élmény volt, azt hiszem, és a mostani is, hiszen a meséktől a különböző darabokon át eljutottatok egyfajta sci-fi mese variációig, ugye a kettő nem áll messze egymástól. Így van, hát nyilván hozza a korosztály magával, a csoport nagy része 13-14 éves, tehát igazándiból a kisgyerekeknek szóló mesék az már nem annyira az ő világuk, bár jól lehet, mindig sokat mesélek nekik arról, hogy felnőtt színészek is játszanak meséket, tehát igazándiból a mese az azt gondolom mindannyiunk életének fontos része, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban vagyunk, de mégis egy picit ugye a meséket azt már nem annyira szeretnék. Nyilván az ünnepi műsorok komolyságát sem szeretnék annyira már az évvégi vizsgán. Mindig várják, hogy valami más, valami vidám, valami poénos legyen. Tehát mindig úgy kell darabot találni és választani, hogy ezeket a dolgokat az ember egy kicsit össze tudja rakni. Nagyon-nagyon sokat kerestem, megmondom őszintén, mire ráakadtam erre a műre, Tana Annának az írása. És amikor elhoztam a gyerekeknek, hogy na mit szólnátok ehhez, mese is, meg nem is, tehát mint az okos lány, egy picit ugye, hogy adtam is, meg nem is, hoztam is, meg nem is, ez tulajdonképpen hozzátok közel álló, megbolondítva egy kicsit a Republiknak a zenéjével, egy picit belelopva a színpadi mozgásnak az elemeit, mit szólnátok, ha ezzel megpróbálkoznánk, ha ezt megpróbálnánk úgy színpadra állítani, ahogy ez a mi csoportunk, ahogy a mi csoportunk erre képes, hiszen nem véletlen volt a többes szereposztás, például nagyon sok mindennel lehetne még ezt a darabot úgymond feltupírozni, sőt eredetileg a szabadidő színpadban szerettük volna előadni, ahol egy kicsit a fényekkel is tudtunk volna játszani, tehát nem egy textillel kellett volna eltakarni a romjaiban heverő meseországot, hanem lehetett volna sötétet, világosságot, fényeket csinálni, tehát ebből tényleg lehetne egy igazi ilyen színpadi produkciót csinálni, de aztán mindig az élet írja a történelmet, az élet közbeszólt, és hát meg kellett oldani. Itt, ebben a teremben így tudtuk ezt megoldani. Minden esetre, amikor ezzel a történettel elkezdtünk foglalkozni és dolgozni, ez nagyon-nagyon megtetszett a gyerekeknek, nagyon-nagyon megszerették, és hát tulajdonképpen minden közös munka, a mozgások, a pici táncok, tehát együtt közösen találtuk ki, közösen tanultuk meg. Én nem vagyok tánctanár, ez gondolom látszott is, de nyilván olyan mozgás elemeket kellett beépíteni, amit például a fiúk is képesek megcsinálni, ugye a kisebbek és nagyobbak, ami neki is szerethető, ami neki sem nyűg, és ami még megcsinálható, de azért a közönség számára mégis egy kicsit mutatós, úgyhogy próbáltunk egy picit most így gondolkodni. Nekem nagyon nagy álmom volt valaha régen, hogy azt gondoltam, hogy egy művészeti iskolában, amikor az ember majd elkezd dolgozni, akkor egy idő után eljutunk oda, hogy csinálunk egy olyan nagy közös produkciót, ahol a zenészek zenélnek, a táncosok táncolnak, a drámások pedig mondják a színpadi szöveget, illetve játsszák a szerepeket. Hát azt gondolom, hogy ez a nagy álom, ez nem biztos, hogy meg tud valósulni. Na most azt mondom, hogy én most ebből próbáltam egy nagyon pici szeletet. Igaz, hogy a zenét egyelőre a gépzene szolgáltatta, de azért egy picit a színpadi mozgás, meg a színpadi beszéd, az talán egy picit valahol most össze tudott találkozni. Azért a korábbi évekhez képest azt hiszem, hogy a jövőre előre tekintve sokkal több bizodalmat lehet, hiszen most itt hetedikesek a legidősebbek, és még egy évet itt maradnak, úgyhogy itt azért a következő évben azt hiszem, hogy komoly élményekre számíthatunk. Hát remélem, hogy így lesz, remélem, hogy együtt marad a csapat, és együtt folytathatjuk majd szeptembertől, és jó kis darabokkal örvendeztethetjük meg a közönségünket.